Idén is díjazták azokat a fiatal tehetségeket Bátaszéken, akik 2019-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak valamely területen, és a munkájukkal öregbítették a városuk hírnevét. Fekete András 9. osztályos tanuló Bátaszéken. Egy betegség miatt kezdett el úszni. Időközben annyira elsajátította a gyors és mellúszást, hogy országos második helyezést ért el váltóban. Egyénibe pedig 2 évente jut ki az országos döntőbe. Azért kezdtem úszni, mert van egy, hát ilyen mondhatni betegségnek, hogy a bejebb van a mellkasom, és ahogy azt így azt tanácsoltak az orvosok, hogy kiebb kell így az úszással, vagy valamilyen sporttal így nyomni. Ugye, és igazából ezzel kezdtem el, aztán nagyon megszerettem a sportot, és máig is nagyon szeretek úszni. A kitüntetésekre a helyi intézmények és civil szervezetek vezetői ajánlották a kimagasló eredményeket nyújtó diákokat. Így az ők nagyra becsülését is kifejezi az elismerés. A méltatásokat követően az ajándékokat Bátaszék polgármestere adta át. Ők tanulmányi eredményeik, sporteredményeik, művészeti eredményeik alapján ebben az esztendőben kiemelkedőt alkottak, kiemelkedőt tettek. Ahogy említettem, öregbítették városunknak a hírnevét. Nagyon örülünk, hogy ennyi sok és tehetséges fiatal van, mert bízunk benne, hogy későbbiek során is településünk, városunk aktív tagjai lesznek, és hát számíthatunk rájuk az elkövetkező időszakban. A Fiatalok a Városért címet viselő díjat idén 35 tehetséges fiatal vette át Bátaszéken.